Rengetegen várakoztak pénteken délben a szekszárdi Balassa János kórház bejáratánál. Mindannyian oltásra érkeztek. Hajnalban derült ki, hogy a hét utolsó munkanapján 100 000 adag Pfizer vakcinát akarnak eloltani idehaza. Volt, aki azt mondta, előzetes időpontfoglalás nélkül is megkapta a vakcinát. Értesültem róla ismerőstől, hogy most beoltanak, sorszámot kell csak kérni, és igazából ennyi. Nem tájékozottam előtte. Minden rendben volt, Pfizer vakcinát kaptam. Rendőrök is segítették a bejutást a szekszárdi kórházba érkezőknek. A rengeteg regisztráció miatt az eest.gov.hu időpontfoglalója már reggel 7 órakor néhány órára lefagyott. A hajnal óta regisztráltak mellett a kórházban dolgozók azokat is igyekeztek kiértesíteni, akik a második dózisra vártak. Pfizer oltást fogok kapni, és nem is kellett túl sokat várnom, úgyhogy abszolút rendben volt minden, és most a másodikat kapom már. Eközben folyamatosan zajlanak az oltások az elérhető többi vakcinával is. Az országban jelenleg AstraZeneca, Sputnik és Sinopharm készítmények állnak rendelkezésre. Ezek beadása is zavartalanul történt péntek délelőtt Szekszárdon. Sputnikot kapok, és egész könnyen ment, már januárban regisztráltam, és most kapom a második oltást. A megyeszékhelyen bár a korábbi napokhoz képest jelentősen többen érkeztek vakcinára, az ott lévők szerint ez nem okozott fennakadást. Folyamatosan megy. Nincsen akadás, úgyhogy egyik kapja a Pfizert úgy, másik oldalon a Sputnikot. A központi információ szerint a Pfizerből a mostani 100 000 adag után bizonytalan időn belül érkezik csak utánpótlás. A Sputnik és a Sinopharm vakcinák viszont várhatóan folyamatosan elérhetőek lesznek.